Munkálatok második ütemébe ért a nyíregyházi Kállai kúria fejlesztése, amelyben várostörténeti kiállítás és konferenciaterem is lesz. Ismét jönnek a poloskák, augusztus és szeptember környékén újra nagy számban jelennek meg hazánkban a rovarok. Gyümölcságazat, egyik gyümölcs sem értékesíthető jó áron ebben a szezonban. Egyedi város történeti kiállítás, konferenciaterem és interaktív játszószoba is helyet kap majd a megújuló nyíregyházi Kállai kúriában. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A modern technikákkal felszerelt épület együttes a tervek szerint jövő nyáron nyílhat meg, és részét képezi majd annak a kulturális körzetnek, amely magában foglalja a színházat és a múzeumot is. Fúrók és más munkagépek zaja veri fel a csendet a nyíregyházi Kállai ház környékén. A kúriát két ütemben újítják fel. Ha kész lesz, a főépületébe költözik majd az 1993 óta a Nyírvízpalotában lévő Kállai gyűjtemény, amelyet Kállai Miklós adományozott nyíregyházának és a megyének, és amely országos szinten egy páratlan együttesnek számít. Nem csak azért, mert olyan kitüntetéseket tartalmaz, hanem azért, mert itt van Kállai Miklós magánlevelezésének egy része, egy több mint 10 000 kötetet tartalmazó nemzetközi könyvtár, amely per pillanat, itt mind a mai napig még eldugva van. Még én voltam a Kállai gyűjteménynek az igazgatója, amikor egyszer Kovács Ferenc polgármester úr meglátogatta a gyűjteményt, és beszélt nekem terveiről, hogy szeretné a régi Kállai házba, a Kállai kúriába, amit annak idején még Kállai Rudolf kórházigazgató főorvosi építetett a mostani Besenyei térre, hogy oda kellene áttenni a Kállai gyűjteményt. Ez az első ütemben lényegében megvalósult már. A felújítás ezen szakaszában a központi épület földszintjén kialakítottak egy Kállai kiállítást a gyűjtemény anyagából válogatva, amely a legmodernebb technikákkal elégíti ki a látogató igényeket. Az emeleten pedig a munkatársak szobái mellett egy könyvtárszoba kapott helyet, amelyben előadásokat is lehet majd tartani. Mindezeket eddig azért nem nyitották meg a nyilvánosság előtt, mert a város megpályázta a kúria teljesen rekonstrukcióját. Ennek munkálatai kezdődtek meg nemrég. Most a második ütemben visszabontások lesznek, és megépül az az árkád sor, ami eredetileg is jellemezte, eredetileg is az épületnek a része volt, és az elalakuló épületben még 600 négyzetméter épül, illetve tartatik meg a régi hadkieg épületéből úgy, hogy közben a hátsó régi rossz garázsokat lebontják, hogy egy szép parkosított parkolóvezet is legyen a látogatók számára. És ebben a 600 négyzetméterben tényleg azt gondolom, hogy Magyarország egyik nagyon látványos kiállítása fog megvalósulni, amely Nyíregyháza városának a történetét fogja bemutatni. Mindezt digitális, látványos technikákkal és olyan tárgyakkal, amelyek a város újratelepítésén túl megmutatják, mik jellemezték Nyíregyháza múltjának különböző korszakait egészen 1990-ig. Az emeleten pedig interaktív játszószoba lesz a gyerekeknek, illetve 80-100 fős konferenciaterem. A bontással járó törmelék, kábelek és csövek, így még nehezen ismerhető fel a Kállai kúria. Az alpolgármester elmondása szerint azonban, ha minden a tervek szerint halad, a látogatók jövő nyáron, akár már a múzeumok éjszakáján birtokba vehetik a megújult épület együttest. A több mint 1 milliárd forintos beruházás egyébként egy komplexebb fejlesztés része, melynek célja, hogy egyfajta kulturális körzetté váljon a város ezen része, a Besenyei és Bencz úr térrel, a szabadtéri színpaddal, a múzeummal, a színházzal és a hamarosan szintén megújuló Hemóval. Augusztus-szeptember környékén ismét nagy számban lehet poloskák megjelenésére számítani hazánkban. A rovarok főleg a mezőgazdaságban okozhatnak nagy károkat, de a városlakók hétköznapjait is megkeseríthetik. A lakásokból elsősorban precízen felhelyezett szúnyoghálóval lehet távol tartani ezeket az élőlényeket. A napokban viszonylag alacsony volt a levegő páratartalma, ezt jól bírják a poloskák, a meleg időt pedig kifejezetten kedvelik. Azonban, ha sokkal melegebb lenne, kevesebb egyeddel találkoznánk, ilyenkor ugyanis nyári álomba merülnek. Amikor tartósan 35 fok alatt van a hőmérséklet, tömegesen jelennek meg ezek a rovarok. Ezt az inváziót azonban nem az őshonos fajok okozzák.
Számos invazív faj fordul elő hazánkban, némelyikük kifejezett hóhányó, tehát mezőgazdasági károkozó, és nyilván a személyes komfortunkban is diszfunkciókat okoznak, némelyikük azonban nem különösebben veszélyes, például a számos fajuk, például hársfának a magját fogyasztja, ezek nem okoznak különösebb problémát. A vándorpoloska, illetve a márványos poloska az egyik keletről érkezett, a másik pedig déli irányból a klímaváltozással együtt. Ezek viszont valóban tömegesen megjelennek, és ezek mind a növényekben, mind pedig a személyes környezetünkben elég kellemetlenek. A táplálkozásuk nem egy-két növényre van kihegyezve, némelyik faj akár 100-150 különböző növényt is képes elfogyasztani, ezért a mezőgazdaságban is nagy károkat tudnak okozni. A keletről és délről érkezett fajok melegigénye nagy, ezért ha hűvösebbre fordul az idő, új, melegebb élőhelyet keresnek maguknak. Ezeket főleg lakásokban, zárt helyeken találják meg, testfelépítésük sajátossága pedig lehetővé teszi, hogy a legapróbb résekbe is beférjenek. Biológusként nehéz ezt kimondani, de az a helyzet, hogy össze kell gyűjteni őket, nagyon sok fajta módszer van, én a porszívót javaslom, és utána meg is kell őket semmisíteni. A kémiai védekezést azért nem javaslom otthon, mert egyrészt magunknak is kellemetlenséget okozunk velük. Mezőgazdaságban ugyan szoktak ellenük védekezni, így, hogyha rendkívül nagy arányban fordulnak elő. Sajnos ezek a toxinok azonban nem szelektívek, és sok más olyan ízelt lábút is elpusztítanak, akik egyébként a természetes ellenségük lehetne, vagy például a méhecskéket is elpusztítja. Nekünk embereknek kellemetlenséget csak az elpusztítás során keletkezett kellemetlen illat okozhat, illetve szekunder módon az, ha olyan bogyós gyümölcsöt fogyasztunk, amelyet korábban a poloskák is megkóstoltak a szúrószívó szájszervükkel. Az elmúlt egy év megalapozta tiszavasvári bíztató jövőképét, mondta el a város polgármestere Szőke Zoltán, aki 2018. szeptembere óta áll a város élén. Elmondása szerint azóta nyugalmat és biztos pénzügyi hátteret sikerült megteremteni. A most kapott kormányzati támogatás pedig tovább szolgálhatja az itt élők mindennapjait. Prioritások között szerepel tiszavasvári útjainak rendbetétele, a közbiztonság javítása, az egészségügyben dolgozók környezetének javítása, valamint a városban élők sportolási lehetőségeinek kibővítése. A támogatás jelentős részéből egy ipari park is épült Tiszavasváriban, amellyel bővülhet a foglalkoztatás a térségben. A kormány augusztus 1-én 340 millió forintnyi egyedi, vissza nem térítendő kormányzati támogatásban részesíti Tiszavasvárit. Ilyen soha nem volt még, de bízom benne, hogy ha együtt tudunk tovább menni a Tiszavasvári, akkor számíthatunk még ilyenre. Nincs kedvező helyzetben a gyümölcságazat, semmi nem értékesíthető jó áron a szezonban, közölte az Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. A barackot például kilogrammonként 40 forintért viszik Siófokra, de a szilváért is körülbelül 50 forinttal kevesebbet fizetnek, mint a korábbi években. A gazdák abban bízhatnak, hogy majd a konzervüzemek felvásárolják a gyümölcsöt. A megyében kevés őszi barack van, de az a kis mennyiség is szinte eladhatatlan. A gyümölcsből általában pálinka lesz, vagy pedig Siófokra szállítják, körülbelül 40 forintos áron. Ebben az évben az őszi barackban komolyabb károkat okozott a tavaszi fagy, de a hűvös, csapadékos időjáráskor terjedő gombafertőzésektől sem sikerült mindenhol megúvni a gyümölcsöt. Az őszi barack szezon egészen szeptember közepéig tart, a termés az elmúlt években pedig 15 és 60 ezer tonna között ingadozott országos szinten. Érdeklődtem most a szíró után, abból se olyan nagyon kimagasló mennyiségterem, de azért 30-40 kamionnyi szokott lenni, most ez a felvásárlás 1-5-10 kamionra csökkent le, de az is egy 30-40 forintos áron, a 70-80 forintos átlag megyei átlag árakhoz képest, ami az előző évben volt. Ebben az évben nincs jó helyzetben a gyümölcságazat, tette hozzá Rácz Imre. A dinnyét szintén alacsony áron tudják eladni a gazdák, valamint az alma is olcsón értékesíthető. A kilátások a későbben érő szilvákra se olyan túl jók, bár ott beléphetnek a konzervüzemek is, mert ezt szoktuk befőttként is elrakni. Talán egy ilyen 60-70 forintos árat el fognak, vagy remélik a szilvatermesztők, hogy el fognak érni.
Az idei szilvatermés a közepesnél enyhén jobb lehet a szakemberek szerint. Hazánkban 6600 hektár területen foglalkoznak szilvával. A termesztők tavaly közel 70 ezer tonnát takarítottak be. Ez a mennyiség idén valamennyivel kevesebb, 60-65 ezer hektár tonna lesz majd. Újabb viharos időszakon van túl megyénk. A július 27-i viharkárok után rengeteg bejelentés érkezett a biztosítókhoz. Ezeket leginkább az orkán erejű szél és a villámcsapások idézték elő. A lakást ért károkat érdemes mi hamarabb jól dokumentáltan jelezni a biztosító felé. Az idei nyár sem telt el jelentős viharkárok nélkül. Az augusztus elejé statisztikák szerint éves szinten több mint 1,5 milliárd forintos kár keletkezett a viharok után. A biztosítók adatai alapján Budapesten és környékén, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében regisztrálták a legtöbb bejelentést a szélsőséges időjárási körülményekre hivatkozva. 2019 nyarán több vihar vonult végig a megyénken. A legutolsó július 27-én történt, amely Ilket, Kisvárdát, Nyírmadát és térségét közel 70 települést érintett, kiemelte. Itt az orkánszerű szél, illetve az azzal járó jég és záporeső 5300-nál több tetőszerkezetet bontott meg. A baj megtörtént esetén érdemes azonnal a biztosító társaság illetékeseit keresni. A kárbejelentésnek ma már számos módja létezik, így interneten is eljutathatjuk kártérítési igényünket a biztosító társaság felé. A legfontosabb, hogy a károk megfelelően dokumentálva legyenek, és lehetőleg 48 órával az eset bekövetkezte után történjen meg a bejelentés is. Mindenek előtt első és legfontosabb, hogy az állampolgár rendelkezzen lakásbiztosítással a káresemény bekövetkezése előtt. Amikor megtörténik a kár, azt követően ma már majdnem minden biztosítóhoz lehet online formában kárbejelentést tenni. Legfontosabb volna, hogy fotózzák le a keletkezett kárt, és azt is csatolják hozzá. Fontos megjegyezni, hogy mint minden biztosításnál, így lakásunk esetén is többféle csomagból választhatunk. A havonta fizetendő díj emellett függ a lakás méretétől, kondíciójától, és az sem mindegy, hogy városi vagy vidéki ingatlanról beszélünk. Egy 100 négyzetméteres nyíregyházi kertes lakás biztosítási éves díja 27 ezer forinttól 82 ezer forintig terjedhet, míg egy panellakás esetében mindez 20 ezer és 70 ezer forint közé tehető. Péntek délelőtt megérkeztek a Szinyei Merse Pál festmények Nyíregyházára. A 19. századi magyar festő munkáit augusztus 23-ától tekinthetik meg a látogatók a Jósa András Múzeumban. Ritka eseménynek számít a tárlat. Legutóbb 1990-ben a Magyar Nemzeti Galériában volt nagyszabású Szinyei Merse Pál kiállítás. A Józsa András Múzeum bejáratánál áll egy teherautó, amelyből péntek délelőtt pakolták ki a hamarosan nyíló Szinyei Merse Pál kiállítás képeit. Ez májustól augusztus közepéig Kaposváron volt látható, augusztus 23-ától azonban Nyíregyházán csodálhatják meg a 80 alkotást tartalmazó tárlatot. Ennek egyharmada magángyűjtők saját tulajdona, ezeket 3 hónap múlva vissza kell szolgáltatnia a múzeumnak. A képeknek több mint a 90%-át a kaposvári tárlatról hozzuk el, és most már meg is érkeztek. A többit pedig más olyan helyről, többek között Felvidékről, Eperjesről hoztunk, külön a Magyar Nemzeti Múzeumból, és külön még más két múzeumból, amelyek nem szerepeltek a kaposvári kiállításon. Tehát ez jellegében más lesz, kicserélődik, de a profilja az hasonló lesz, mint a kaposvári kiállítás. A terem hőmérsékletét folyamatosan 21 fokon tartja a klímaberendezés, hiszen hűtött autóban érkeztek a képek, amelyek állagának megóvása érdekében ezt kell biztosítani a kiállító teremben is. Az aklimatizálódás után vasárnap csomagolják majd ki a képeket Szinyei Merse Anna jelenlétében. A festő unokája a kiállítás kurátoraként érkezik majd a Józsa András Múzeumba, és az itteni szakértők segítségével kronológia, tematika, valamint esztétikai szempontok alapján helyezik el az alkotásokat a kiállítóterem falán.
A debreceni fellépést követően szombaton ismét idegenben játszik a kisvárdai futballcsapat. Mirjuca László együttese az NB1 harmadik fordulójában a Budapest Honvéd vendégeként 19 óra 30 perctől az új Hidegkuti Nándor stadionban lép pályára. Két fordulót követően 3 ponttal a tabella 8. helyén áll a Kisvárda, az MTK albérlőjeként játszó Honvéd pedig pont nélkül zárja a sort. A fővárosiak Diósgyőrben 2-1-es, Pakson pedig 3-1-es vereséget szenvedtek. Emellett a Honvéd már az Európa Ligában is játszott 4 mérkőzést. A piros-feketékhez a héten tért vissza az elmúlt két bajnokság gólkirálya, az olasz Lanza Fame. A Kisvárda a Paks elleni győzelmet követően 4-1-es vereséget szenvedett Debrecenben, úgy, hogy a vendégek rengeteg helyzetet hagytak ki a mérkőzésen. A Paksban nem játszottuk annyira, és megnyertük a meccset, a Debrecen szerintem partner voltuk a Debrecen, de végül is 4-1 lett a ellenmeni. Hát dolgoztottuk a heten, javítani kell ezeket a hibák, mert a pontrugáson nem szabad ilyen 3 gól. Jó, mondjuk egy szabadrugás volt is a másik két szöglet. Dolgoztottunk, keményen dolgoztottunk is, most oda kell menni a Honvédot, és ponton megszerezni. A fiatal Kovács Réti Márka hét elején a szintén kisvárdai Zöldes Illés társaságában az U21-es válogatottal készült. A 18 éves baloldali támadó mindkét eddigi bajnokin jó teljesítményt nyújtott. Nagyon örülök neki, hogy lehetőséget kaptam a bizonyításra. Ezt szeretném is megköszönni a vezetőségnek és a stábnak is, hogy megkaptam a bizalmat. Úgy gondolom, hogy eddig tudtam vele élni, remélem a továbbiakban is így lesz. Sokat dolgoztam ezért az elmúlt években, hogy eljön ez a lehetőség, úgyhogy szeretném mindenféleképpen kihasználni a jövőben is, amennyire csak lehet. A kisvárdaiak eddigi két gólját Grozav szerezte. A vezetőedző szerint másoknak is ki kell venniük részüket a gólgyártásból. Tavaly itt volt a Horváth Zoli, ki rúgott 9 gólt, meg volt egy Cukala, ki 4 gólt, de sajnos a másik támadó futballista, mondom ki, náluk játszanak, csak egy gól rúgtak. Ez kevés, már mondtam a mai nap is, a Gostonit, a Hugo, a már nekik is gólokon regni, mert egy szélső futballista, jobbra vagy balra, 5 gól minimum, egy szezon is 7-8 gól passz, ez a kevés. De szerintem javulni fognak, mert dolgoznak, látom, mert akarnak, mindenki akar is. Hát nem, meg egyszer nem csak a Grozav kell gólokon, mert nem lehet mindig a Grozav, ott kell lenni a pályában. A Budapest Honvéd Kisvárda mérkőzés szombaton 19 óra 30-kor kezdődik az új Hidegkuti Nándor stadionban. A harmadik forduló további párosítása a következő: Diósgyőr Zalaegerszeg, Ferencváros Kaposvár, Mezőkövesd Puskás Akadémia, MOL Fehérvár FC Diósgyőr és Újpest Paks. A Sóstói strand 50 méteres medencéjében készülnek a közelgő szezonra az Aquaese vízilabdázói. Az ifjúsági együttes az országos bajnokságban szerepel majd, mellette még 10 utánpótlás csapatot indít az egyesület. A hétvégén a 14 évesek Kassán egy nemzetközi tornán vesznek részt. 16. szezonjára készül az Aquaese, az egyesület az előkészítő korosztálytól az ifjúságiakkal bezárólag több mint 100 vízilabdázót foglalkoztat. A fiatalok az elmúlt hét közepén kezdték el a felkészülést, nyaralások és egyéb kötelezettségek miatt egyelőre mintegy 70-en látogatják az edzéseket. A Sóstói strand 50 méteres medencéjében ezekben a napokban nem a labdái a főszerep, az alapozás időszakában a kilométereket gyűjtik a pólósok. Mindenki tudja, hogy ez egy kötelező rossz, ilyenkor nem a labdája a főszerep, hanem meg kell szereznünk a megfelelő állóképességet erre a hosszú szezonra, ami előttünk van. Reményeim szerint az országos bajnokság A2-es csoportjában nagyon jól fogunk szerepelni. Szeretnénk valahol az élmezőny, középmezőnyben végezni, nyilván érmes reményekkel most nem fogunk számolni. Először fog ifi csapatunk országos bajnokságban szerepelni. Én nagyon várom már. Jelen állás szerint 10-11 csapat indul a korosztályos versenysorozatokban az Aquaese színeiben. A legmagasabb szinten versenyző ifjúságiak mellett a többiek regionális bajnokságokban szállnak majd medencébe. A 14 évesek már ebben a hónapban meccseket játszanak Szlovákiában. A jövő hét végén Kassán fog szerepelni a 2005-ös csapatunk egy nemzetközi tornán. Az országos bajnokság szeptember elején kezdődik. Itt még Nyíregyházi medencében is fogunk játszani egy hazai bajnokit, mielőtt átköltöznénk az új helyünkre. A területi bajnokságok viszont csak októberben kezdődnek. Kántor Gábor elmondta, hogy ezen a nyáron nem toboroztak, viszont miután beköltöznek az új bújtosi uszodába, szeretnék, ha ugrásszerűen nőne a vízilabdát választó fiatalok száma.
Vasárnap hazai környezetben lép pályára a Nyíregyháza Spartacus. Az NB2 negyedik fordulójában a tabella 15. helyén álló Spari a negyedik helyezett Békés Csabát fogadja. A mérkőzés 17 óra 30 perckor kezdődik a Városi Stadionban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Egyedi várostörténeti kiállítás, konferenciaterem és interaktív játszószoba is helyet kap majd a megújuló nyíregyházi Kálai Kúriában, amelynek fejlesztése a második ütemében folytatódik. A modern technikákkal felszerelt épület együttes a tervek szerint jövő nyáron nyílhat meg, és részét képezi majd annak a kulturális körzetnek, amely magában foglalja a színházat és a múzeumot is. Augusztus-szeptember környékén ismét nagy számban lehet poloskák megjelenésére számítani hazánkban. A rovarok főleg a mezőgazdaságban okozhatnak nagy károkat, de a városlakók hétköznapjait is megkeseríthetik. A lakásokból elsősorban precízen felhelyezett szúnyoghálóval lehet távol tartani ezeket az élőlényeket. Nincs kedvező helyzetben a gyümölcságazat, semmi nem értékesíthető jó áron a szezonban, közölte az Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. A barackot például kilogrammonként 40 forintért viszik Siófokra, de a szilváért is körülbelül 50 forinttal kevesebbet fizetnek, mint a korábbi években. A gazdák abban bízhatnak, hogy majd a konzervüzemek felvásárolják a gyümölcsöt. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 16-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn várjuk majd önöket, szombat este pedig a heti hír összefoglalónkkal jelentkezünk. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Gyenge melegfront jellegű hatás miatt előfordulhat fejfájás, álmatlanság, ingadozhat a vérnyomás és csökkenhet a koncentráló képesség. Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, majd éjjel ismét mindenütt gyengén felhős idő várható, néhol előfordulhat záporzivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10-14 fok között alakul. Szombaton napközben több-kevesebb napsütés várható, egy-egy zápor előfordulhat, de jelentős széltől nem kell tartanunk. 26 fok környékére melegszik a levegő. A következő napokban inkább csak fátyol, illetve gomoly felhők zavarhatják a napsütést. Legfeljebb egy-egy zápor zivatar alakulhat ki, erre nagyobb esély északon, északnyugaton van. Fokozatosan melegszik a levegő, a maximum hőmérséklet a jövő hét első felében, de keleten-keleten néhol a 33-34 fokot is elérheti, és az éjszakák is enyhébbek lesznek.